Ochinom balmen den dandim, de la vemelom din, de la vamanam din, de. Most pedig folytatom a tavalyi nagy sikerű nagyő sorozatomat. Mindenképpen nézd meg a tavalyi nagyő videójaimat helyettem is, mert én már elfelejtettem, hogy mi volt bennük. Szeretném veled tölteni az éjszakát. Rendben. Csekkoljuk is le, hogy ki az idei macsó menünk. Árpa Attila vagyok, színész, rendező, és most már a nagyő is. Az Árpa Attila már is egy sokkal jobb választás, mint a Tóth Dávid Hungarian Kajaker volt. De azt hiszem élvezni fogom, ahogy az életet is. A motto a Carpe Diem. Carpe Diem, mondja a bátor Attila, és beleugrik ruhástól a halastóba. Jó, el is ijesztette a harcsáimat. Sokan a vad, kiszámíthatatlan, minden szabályt megszegő macsót látják bennem, de azt kevesen tudják, hogy van egy érzelmes oldal is. Nem is akármilyen. Minden nagyőnek kötelező eljátszani a Daniel Steel regények Don Juanját, aki fehér ingben hódít, lovagol és vadmotorozik. Amikor felkértek, hogy én legyek a nagyő, azt mondtam, hogy oké. Okay. Okay. Mondjuk, hogy Jákob Zoli is lehetett volna simán a főszereplő, mert ő is keresi a nagyőt. A szép dolgokra törekszem, kedves hölgyek ismerettségére, ez volt a reklám helye. Nem is értem, hogy itt van a tökéletes karakter a nagyőre, és nem csinálnak neki egy műsort. Vinni a csajokat a Ferrarival. A Ferrarival megyek a randira. Beatrix az jó megmondta magáét, azt mondta, ezt a testet szeretném megmutatni Attilának. Nem is kell a többi lányt megnéznie, akár elmehetünk már most. Két pont. Ez a Beatrix egy igazi nőstény démon. Akkor itt volt velünk Fruzsi, a beszerzési menedzser. Letudjuk ezt a versenyt, gyors megnyerem, és igen, akkor utána mehetünk, és anya már vár, úgyhogy. Ez a Fruzsi akkor a beszerzési menedzser, hogy már előre beszerezte az Attilát is. Hashtag párharc. A szosolos jól otthagyta a múlt heti műsorról a hashtaget, na mindegy. Szerintem a Mettát fel kéne venni új közösségi média menedzsernek. Ő biztos, hogy nem cserélné össze a hashtageket. Nézzük, hogy a színésznő Catherine milyen taktikát fog alkalmazni a mérkőzésen. Szerintem azzal tudom elcsábítani Attilát, hogy a nagy, hosszú lábaimmal elkapom a testét, megszorítom, és akkor muszáj lesz velem maradnia. Két pont. Szerintem azzal tudom elcsábítani Attilát, hogy a nagy, hosszú lábaimmal így elkapom, így a testét is úgy megszorítom, és akkor így nem tudom elengedni, és vagy muszáj lesz velem maradni. Hát egy ilyen bemutatkozás után sejtem, milyen színésznő lehet. Ebben a műsorban a csávó minden skillt túl teljesít, a nők pedig csak a testüket hozzák. Jelenleg a családi vállalkozást erősítem. A csajok intróit is level-up-olták, és sokkal vagányabbak, mint tavaly voltak. Nyerges a Tímea vagyok, 32 éves. Amit látjátok, Rozálon lovagolunk, és idejétek a hősorozást, és azt a legnagyobb tippet, ötletet, hogy kinek mi a véleménye a lovaglásról. Jönnek a pipi húsi kvaddal, lóháton, és még bikiniben is. Okay. Virág keményen bedobta magát, és bikinibe mutogatta magát az attusnak. Segítséget szeretném kérni, mert nem tudtam, hogy melyiket vegyem fel. Lányok, hogyha nem tudjátok eldönteni, hogy mit vegyetek fel, induljatok el mesztelenül, és majd útközben kitaláljátok, vigyétek magatokkal a ruhákat. Én mondjuk eleve csak bikiniben engednék oda minden csajt. De azt szeretnéd, megtarthatod, majd kölcsönadom. És még humoros is. Bent találkozunk. Az biztos. Én egyszerűen szerelembe estem a Virág bájos kacajától. Engem is megtanított a tervezőm így nevetni. He-he. Gyere, Virág, nevessünk együtt. He-he. He-he. Jönnek is az irigy pillantások, mert a lányok beirigyedtek a Virágra. Hölgyike, megjött közénk. Megérkezik a kutyakozmi Bogi, aki még gyorsan megigazítja a sminkjét a tükörben. Ebből is látszik, hogy minden lány annyit dolgozik, hogy nincs idejük elkészülni a műsorra. Felvétel közben öltözködnek, meg igazítanak sminket. Örülök, hogy találkoztunk. Én is örülök. Tökéletes formámban szerettem volna, hogy láss. Megmondom őszintén, meg is akartanak váratni. Hogyha így oldalról nézlek, sokkal szexibb vagy. De még várj egy legalább 5-6 percet rám. Aztán én is levetkőzöm. Te bármit megkérdezhetsz. Te miért nem bikinibe jöttél? Vagyok annyira jó és tapasztalt, mint mondjuk egy nálam 10-20 évvel idősebb nő. Elmegy a kedve az embernek mindentől. Gumicukor? Igen, ez a kedvenced, nem? Ez gumicukor! Elfelezhetjük. A kezdésem nem is olyan rossz. Nem is kellett a világ megnéznie, akár elmehetünk már most. Nincsen egyénisége, és engem kell utánoznia.
Szerintem külsőleg vannak olyan lányok, akik a nyomomba se érhetnek. Jönnek a gyerekes anyukák új csődört keresni maguk mellé, és egyből továbbítják a követeléseiket. Itt van egy kisfiam is. Amúgy van egy kisfiam, és szeretnék fogja egy kislányt, akár ikrek is lehetnek. Mit szólsz hozzá? Most éppen megnyugodtam. De ha nagyon ügyes kisfiú leszel, akár hármas ikreink is lehetnek. Már be is rendeztem a közös házunkat a Sims-ben. Hogy a randinkon meg fogod tapasztalni, hogy milyen az élet napos oldala. És ha nem jön össze, majd rájössz, milyen az élet szaros oldala. És ismét megkezdődnek a passzív-agresszív beszélgetések a rivális lányok között. Nem vagyok ilyen barátkozós, azért megosztam azért ezt a dolgot. Ta-ta-ta-ta, mi ott még valaki? Ta-ta-ta-ta! Nem találtatok volna ki, hogy szőke? Mondja a szőkelány. Nem az volt a kérdés, hogy irigyek-e, hanem az irigység az mennyire magas, tehát ez az ő dolguk. Az, hogy irigyek az emberek, az alap. Az a kérdés, hogy mennyire irigyek. Na, attól egyébként ki vagyok, hogyha valaki így fog kezet, mint ahogy az a lány. Könyörgöm, fogjál már rendesen kezet. Oda néz, még kezet fogni se tud az a ribanc. Lehet, hogy ennyit én is. Nézd, az a másik, az még zongorázni se tud. A világ közvélemény kutatást végez a lányok között. És ki várja az első csőrözést vele a legjobban? Én ennyire azért még nem szaladnék most így az első. Jön a lovász Timi, akinek szintén számos irigye van. Többi nő legtöbbször irigykedni szokott rám a külsőm miatt, de ezzel nem fogok most sem foglalkozni. Ahogy bejött ez az új lány, nagyon beképzeltnek tűnt. Csinos lány, tehát beképzelt. Biztos a lovát is beképzeli. Nincs is lova. Nézzük csak, hogy fog kezet a többiekkel. Nem irigység van bennem, sőt, semmi rossz indulat, de nem tetszik a Timinek a kisugárzása. Na. Mindenki így kezdi a mondatot, aki irigy. Nem irigység van bennem. Irigy dongó. A virág a meccs fél idejében taktikai megbeszélést tart magával. Úgy gondolom, hogy ő az, akire talán oda kell figyelni, amúgy meg senki másra. Aztán jön a csődör, és jó megitatja a kancáit. És ekkor elképesztő fordulat történik, a virág felöltözik. De a lányok még így se fogadják be maguk közé. Még nem ismerjük egymást annyira, de én személy szerint a sportverseny virágából jövök. Ideje volt már, hogy virág átöltözzön, de azért szerintem válogathatott volna a szekrényébe, hogy egy szebb ruhadarabot találjon. Ezt most nem értem, most ha nincs rajta ruha, az a baj, hogyha van, akkor az a baj. Nálam a csók a vízválasztó. Ez nagyon érdekes, de én inkább bedobnék egy másik témát, inkább beszélgessünk a légyről Attila fején. Vajon ez a légy is egy limitált kiadás? Vajon ez a légy is tudja, hogy milyen az élet napos oldalán? Esetleg van humora ennek a légynek? Vicces? Vajon ez a légy is meg fog váratni? Mi az, ami a legfontosabb számodra egy nőben? Szeressen enni. Szeretek enni. Nagyon. Köszönöm szépen. Nagyon szeretek enni, de jól kinézni még jobban. Limitált virág bejelenti, hogy számára fontos a létfenntartás. Limitált kiadás vagyok, nem egy a millió közül, hanem olyan, aki egy van egy életeden át, egy ilyen nővel találkozol. Egyébként virág a legjobb arc, csak úgy random elkezdett saját magáról beszélni. A virágot nem zavarja, hogy mi történik körülötte, csak nyomja a sódert saját magáról. Bennem ez mind megvan, szóval humor, személyiség, szépség. Megnyugodtam. Amiben csalódnátok, hogyha kiderül rólam, hogy én pont. Nagyon vezetsz. Melyik járműhoz? A 18 közül, amiket vezetek. Na, akkor összeszámoltam mind a 18 járművet, amit Attila tud vezetni. Autó, helikopter, aeroplán, ami a Balú kapitánynak volt, lopakodó vadászrepülő, utasszállító, hőlégballon, Zeppelin roller Harley Davidson, traktor, tengeralattjáró, űrhajó, jetski, motorcsónak, jacht, drón, időgép és kombájn. 18. A Todd David Hungarian kajaker tudott ennyi gépet megzabolázni? Hát nem. Ő csak kajakerkedni tudott. Köszönöm, hogy követel. Elemér Farkas a papi. Sziasztok!